Greetings, PS4 pilots, and welcome to the world of Titanfall 2. Thank you for joining our multiplayer tech test. We're asking everyone to help us stress test an early build of Titanfall 2 and our brand new networking backend to find all the issues before we launch on October 28th. We're all really excited to hear your feedback. Nézzük, mielőtt a PS4-es Titanfall 2. Egy igazából az Xbox One-os egyetlen egy értelmes játék címe, a Killer Instinct mellett ez volt, még ezt az első részét hülyére játszottam. Most mondhatom, az első részben szerintem egész jól boldogultam, ilyen közepes szintű játékosként, és kíváncsi leszek, hogy a PS4-es verzió mennyivel lesz másabb, több vagy jobb. Nagyon rá vagyunk szuppanva, az nagyon érdekes, jókat mondanak róla. Ez a játékot mindenképpen megveszem, és mivel az Xbox annyira engem, mint platform nem vonz, az egy-két exkluzív miatt, ami ugye egyre kevesebb, úgy döntöttem, az Xbox-os vonalkozunk a Titanfall téma körében, és inkább a PlayStation-re is inkább ezt terültetjük. Sokkal kényelmesebb, sokkal egyszerűbb maga a rendszer kezelni. Itt az oktató videó, ez kimondottan a PlayStation 4-es játékosoknak van. Mert ők ugye teljesen újak ebben a történetben, nem nagyon vágják, milyen is a Titanfall. Igazán nekem teljes jó elképzelésem van, tudom, hogy hogy működik a játék mechanika, teljes egészében familiáris vagyok vele. És kérdés, hogy a játékos kvalitásom az milyen lesz, hogy hát megint is szakás műszak utánál neki tesztelni. Tehát meglátjuk, mint bírunk összehozni. Biztos, hogy nem leszek valami megalász, de legalább nem leszek elveszve a játékba. Igen, több lett a fegyver, több lett a test és szabhatóság, ugye új kézdonságként itt van a Gravity Gun, amit éppen most látunk. Plusz nem Gravity Gun, Gravity Gun-nál új fegyverek titánoknál, új fegyverek pilótáknál, több testre szabhatóság, csákja használat, könnyebb helyzetváltoztatás, több titán klassz. Igen, és most minden titának van speciális fegyezbe, és ami eddig ugyanem volt. Finally, we're also very excited for you to try out our new network system. Networks provide a friendly place to hang out between matches and truly elevates Titanfall 2's social game. Erre is kíváncsi, hogy lesz az annyira barátságos. Default network to start, but you can join others that better suit your social or gameplay style. Or if nothing feels like the perfect fit, you can create your own network for you and your friends. Na, ez érdekes lesz, legalább ki tudom szeparálni magam az idiótáktól. Now get out there and dominate the enemy team. But most importantly, have fun and make sure to check out everything Titanfall 2 has to offer when we launch on October 28th. Ez a játékvétel az már igazából eldöntött, pénz is félre van rátéve, úgyhogy vásárlás mindenképpen bekövetkezik. Nekünk már csak a Titanfall startján már meglegyen a játék. Ja, és ami nagyon barátságos az, hogy nem lesz Season Pass, tehát az összes futur DLC az mind egyszerre bír és ingyen bír jönni. És ez nagyon pozitív. Az előzőben ugye volt 4 DLC, és ugye a Season Pass mellett, akinek nem volt meg, az leforgásodott a többi játékostól. Most ezt próbálják ezt kikerülni ezzel. Na hát akkor szerintem bírunk belecsapni. Engem ez nem érdekel. Frag. Mi ez? Electric Smoke. Szeret valami másikat esetleg? Próbáljuk ki ezt is.
Persze. Erre kíváncsi leszek majd. Vannak itt az érdekes újítások. Na jó, ugorjunk neki. Let's go, Brian. Na. Basszom ezt a repülős network kurva anyját. Ez már most nem tetszik. Ugye meg csiskögeti. Rohadjál meg, hát megint elakadt. De úgy van, még persze nyírják ki engem, rohadjál, saját gránátom, hazavágom magam. Rohadt lassú ez a szar. Jó, persze, edd meg, meg se voltál fordulva, hátra álltál a nyomorút. Gyerek, úgy jutalak egyébként pilotákkal játszani, hogy tett felsített internetlag miatt.
Gyerekek, nem is látom őket. A pilótákat, ezek a robotok, hát én nem is tudom. Ez egy emberformai volt, most minden szar, ugye el tudnak sunyogni a semmibe, a környezetbe. Nem is felzők lófas sem, most itt lefutott valaki. Jó. Jó, célozni ezt megint nem bírok, kitán kinyír. Kovád Mászor, tetszett kitán, baszod! Ráesik! Nem esett el, rohadjon meg! Vortex, szélzás. Ez mi a szar? Jó, hogy ez a spec képesség, az itemet. Jó. Köcsög, de utálom ezt. Úgy körbe radírozza a parasztot, mire eltalálom. Mert ez gyönyörű volt. Nehogy már ne üljek meg senkit, se baszol!
Ezt nem hiszem, egy gyerek. Meg se sebeztem. Lófasz. Ez jut el a kicsi parasztok erre játszani. Az internetes elkésés miatt nem tudsz lőni, előni senkit se. Bazd meg anyádat, ha rögtön rajtam vagy. Anyádat. Titános anyád. Nincsen sidearm. Nincsen kis pisztoly. Hova faszom odutátok a kis pisztolyt? Rohadjál meg! Miért nincs másodlagos fegyver? Hogy a faszomban van a kis pisztoly? Kis pisztoly? Nem? Nem? Semmilyen szinten nem? Jó van, ezek pöcsön madzak, senkinek nem kell. Igen. Nincs kis pisztoly. Jézus Isten. Ez nincs sidearm. Stay on track. We're winning this one. Mekkorát rántott megint a játék, öcsém? Rendes félre baszott. Oh,
You're doing a damn good job, pilot. Don't let up. De még lövés hangját se hallottad, érted? Ez mi volt? Gyere! Nem szeretem a pilóták elleni játékmódokat. Az internetes lap kinyír. Hát ezért nem vagyok elborulva, na, ezért a fegyveretem benne van. Hát nagyon nem. Most már ezekre a faszon fegyverek is lehet rakni tuningot. Nem tudom, ott nyúltak hozzá ezek az a dolgokhoz, amihez nem kellett volna. Kinézetet is most már kaszkhoz kötik.
Nem tudom, nem jön át. Baszd meg te a kurva anyádat, a bozódba beakadós köcsög. Öcsém, ezt a két fintös retket. Na jó, hát ezt hagyjuk. Hogyne. És mégis tudod, hogy ezt mit csináltál. Ja. Jó. Gát, a gyövét a robban föl, semmi baj. Anyádat megbaszott buzi játék. Tehát megint bicsaklás, megint a földön megbotlok és nem tudok lőni és faszom. Kussolj. Capturing C.
watching us, turn it around. Bylo tu za vodovinč pistoj. Jako kůzvo ani nedost. Čak uděl šetleru doma HP. Hát nem tudom, eddig úgy érzem, az előtthöz képest nagyon süket ez a játék. A robot is csak áll egy helybe, azt meg sem mozdult. Az előzőnél azért... Amúgy egyébként ezt nekem köszönhetősök szólok, mert itt voltam ezen a szaron. Jó, hogy egy titán ennyire hülye legyen. Faszom ebbe a buzi pályába. Ez minden volt beakadt, téged van. Jó, bazd meg anyádat. Szar pálya. Mindenba beakadt. Kicsi korlátolt. Az előzőhöz képest nagyon szar. Nem tetszik.
Ennek a kézlapotnak kb. Semmi értelme nincs. Ha meghalt, akkor miért kínlódjak vele? This fight is what you were born for. All for the 6-4. Mi a szar ez? Na, hát ebből a játékból kimaradunk, nem tetszik. Ezért nem adok pénzt. Az előzőhöz képest, akkor inkább játsszuk a régivel. Nagyon sok olyan van benne, nekem nem tetszik a régihez képest. But keep your eyes on the prize. Frakciók is ennek a játékban belettek rakva. Nem tudom, ezeket honnan szedték. Nincs tudom, hogy szorú megint a játékban. Kik ezek? Hát igen, szokásos. Nem tudom. Ezt nagyon gyorsan meg tudom menni.
Jó, meg is untam, köszi.